nem tudják elnyelni eldugult vízelvezetők a városban. Mintát vettek, hamarosan nyithatnak a fedett strandok. Kevesebb parlagfű, több levegő, országos írtási program indul. Jó estét kívánok, június 10-e van, ez pedig az aktuális. Ismét nagy erejű vihar csapott le Gyöngyösre a tegnapi nap folyamán. A helyi tűzoltókat 4 esetben riasztották. Ezek között volt olyan, ahol 2 parkolóautóra esett a szél által leszakított ág, de volt úttestre dőlt fa is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szinte minden napra első fokú sárga riasztást adott ki Heves megyére. Itt továbbra is várhatóak zivatarok és felhőszakadások a következő napokban. A képen látható 2 autóra dőlt rá egy fa itt, a Szövetkezet utcában a tegnapi vihar során. A szél olyan erejű volt, hogy az út melletti több méteres fát szinte gyökerestől kitépte a földről, ami az út szélén parkoló autókra esett rá. Úgy tudjuk, a fa kidőlése pillanatában senki nem tartózkodott a gépjárművekben. De nem csak itt, hanem a Kassai utcában is károkat okozott a vihar. Ott egy fa vastag ágát törte el a szél, ami az útra zuhant. Ott szerencsére éppen nem haladt el egyetlen autó sem, így nem történt baleset, azonban jó ideig akadályozta a 2-sávos út forgalmát. Ezeken kívül további 2 alkalommal riasztották a helyi tűzoltókat. A keddi vihar által okozott károk miatt a gyöngyösi hivatásos tűzoltók 4 alkalommal vonultak aznap este. Az erős szél fákat döntött ki az úttestre Gyöngyösen a Kassai és a Vályár utcában, a Szövetkezet utcában pedig 2 személyautóra borult egy fa, továbbá Nagyfügeden a Petőfi Sándor utcában villanyvezetékre esett egy lehasadt faág. A tűzoltók motoros láncfűrésszel és kéziszerszámukkal távolították el a forgalmakadályképző és az autóra dőlt fákat. A szóvivő hozzátette, az esetek során senki nem sérült meg. Azonban továbbra is viharos időjárással kell számolnunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat szinte minden napra elsőfokú sárga riasztást adott ki Heves megyére. Így zivatarok és felhőszakadások a héten is ismét várhatóak. A viharos széllel érkező hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a vízelvezető árkok sem tudták elnyelni. A város több pontjáról is érkezett bejelentés a Városüzemeltetési Igazgatósághoz az eltömödött vízelvezető rendszerek miatt. Ezek tisztántartása részben az önkormányzat, részben pedig az ingatlan tulajdonos feladata. Gazzal borított nyílt árok, kavicssal teli víznyelő az utak mentén. A vasárnap és a kedden hullott nagy mennyiségű csapadékot több helyen nem tudta elvezetni a város csapadékcsatorna rendszere. Sok esetben földdel, kavicssal teltek meg a víznyelő gödrök. Több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz, ugyanis volt, ahol udvarokat öntött el a víz, és volt, ahol a házba is befolyt. A szakember azt mondja, az árkok és az átereszek tisztántartása részben az önkormányzat, részben pedig az ingatlan tulajdonosok közös feladata. A helyi rendelet, ami erre vonatkozik, az egyértelműen kimondja, hogy az ingatlan tulajdonos feladata a járda, illetve 5 méter zöld terület karbantartása, tisztántartása, illetve ami a csapadékvíz elvezetést illeti, az úttestig, egészben az út szegélyig az ingatlan melletti nyílt árok és annak műtárgyainak a tisztántartása, karbantartása. A betonlefolyók tisztántartása könnyebb feladat, a rácsosnyelők aknáinak kitakarítása nem az ingatlan tulajdonos feladata. A rácson összegyűlt hordalékot azonban tanácsos letakarítani az ott lakóknak, mert ezzel is a vízútját biztosítják. A fűvel borított árkokat pedig kaszálni vagy nyírni kell. A szakember kéri, hogy a kötelezettségének mindenki tegyen eleget. Ahonnan bejelentés érkezik, ott a víznyelőket kitakarítatják, de arra kérik a lakosságot, hogy az ilyen jellegű észrevételeket a vízműnek jelezzék. A csapadékcsatorna rendszernek az üzemeltetője az önkormányzat, a karbantartója pedig a vízmű. Tehát olyan jellegű panasz, hogy elöntötte a víz, befolyt, mit tudom én, tehát a vízműhöz kell bejelenteni. A vízműhöz kell bejelenteni, mert ő a karbantartó. Ezeket a vízmű nagy nyomású mosóval takarítja ki. A szakemberek arra kérik a lakosokat, hogy a kapu bejárókban ne tegyenek apró kavicsot vagy betondarabokat, mert ha ezek bekerülnek a csapadékvíz elvezető rendszerbe, dugulást okozhatnak. Azon pedig a mosatás sem tud segíteni, tette hozzá Szemes Paula.
Mintát vettek a Gyöngyösi strand fedett medencéiből. Miután engedélyezték a kinti fürdőzést, most itt is ellenőriz a hatóság. A kormány június 16-a után engedélyezheti a fedett fürdők megnyitását is. A strand üzemeltetői pedig már csak az eredményre és az engedélyre várnak. Minden más készen áll, hogy fogadják a strandolni vágyókat. Manaiból csak pH-t mérnek, a kisebből, kémiát pedig a nagyobbból. Ez pedig részletes kémia. Az üvegben lévő vízben pedig a baktériumokat ellenőrzik. Mintát vettek a Gyöngyösi strand belső medencéiből, hogyha a kormány úgy dönt és engedélyt ad a fedett fürdők megnyitására, készen álljanak a vendégek fogadására. A legoptimistábban tekintek akár a vízmintavétel elé, hiszen itt a leállás alatt teljes szűrőtöltet csere történt, teljes kalibrátoroknak a vadonatúj megvásárlása történt, hiszen már azért 12 év alatt ezek a berendezések egyébként is tönkrementek és be volt tervezve ebben az évben. Ezek a kalibrátorok automatikusan szinten tartják a víz pH és klór értékét, így ez a berendezés azonnal reagál, ha megváltozik valamilyen érték. Ezen kívül a strand dolgozói minden nap ellenőrzik a vízminőséget. A vízmintavétel általában normál esetben egy hét alatt eredményt hoz. Akkor, ha probléma van, akkor kb. 24-48 órán belül már kapunk értesítést. Ugye a szabadtéri medencéknél tulajdonképpen szintén megvolt viszonylag gyorsan egy héten belül. Ott azért húzódott még egy kicsit a történet, mert a kútból is kellett külön mintát venni, hiszen teljes leállás volt. Egy oldatot követően a medence vízmintája is az üvegbe kerül, a klór meglétét, mennyiségét nézi a szakember. Ehhez speciális só kerül, és a víz újra kitisztul. A többi eredményt viszont már a laborban értékelik ki. A kinti medencéket már korlátozás nélkül igénybe lehet venni, bár a rossz idő miatt egyelőre csak a sportolók edzenek a medencékben. A nyári szezon a strandon július közepén kezdődik, az üzemeltető pedig bízik abban, hogy akkor már a benti fedett részeket is használhatják a lakosok és a sportolók. A parlagfő elleni védekezés mindenkinek a feladata, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az összefogás érdekében társadalmi célú kampányt indított. A Kevesebb parlagfű több levegő program egészen októberig tart, amely során az érdeklődők megismerhetik a parlagfű élettani hatásait, valamint a hivatal bemutatja a növény szakszerű és hatékony eltávolítását, de a hatósági felderítés és a parlagfű bejelentő rendszer is terítékre kerül. A veszélyhelyzet végével pedig több rendezvényre is kitelepülnek majd, hogy tájékoztassák a lakosságot a legfontosabb tudnivalókról. A parlagfű elleni védekezés évtizedes múltra tekint vissza, és még most is rengeteg tennivaló van, hiszen nem csökkent sem a pollen koncentráció, sem az allergiások száma. A gyomfelvételezések is erről az eredményekről tanúskodnak, hiszen Magyarországon ez a legelterjedtebb gyomnövény. Ennek érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal most társadalmi összefogásra hívja fel mindenki figyelmét. Aki földterületet művel, akár tulajdonosként, akár használóként, köteles a földterületet parlagfűmentesen tartani, egészen pontosan köteles a parlagfű virágzékbó kialakulását megelőzni, majd ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, tehát az első fagyokig fenntartani. De aki nem rendelkezik földterülettel, annak is meg lehet, és meg is van a feladata a parlagfűmentesítésben. Például a parlagfűvel szennyezett területek bejelentésével, amire a NÉBIK külön bejelentő rendszert hozott létre, ahol az aktuális térgépet is meg lehet tekinteni. Másrészt, ha talál valaki olyan készítményt, ami tartalmaz parlagfűvet, azt mindenképp jelezze a hivatalnak, hiszen illegális ezeknek a forgalmazása. Az igazgató hozzátette, hogy a parlagfűnek megjelent egy új alfaja is, ami hamarabb virágzik, így ki kellett hagyni a törvényből az írtás június végi határidejét. Most nem nagyon tudok jóslatokba bocsátkozni, hogy a parlagfű tömeges virágzása mikor fog elkezdődni. Annyit lehet sejteni, hogy a jelenlegi időjárás alapján nem fog korábban kezdődni a pollen szezon, mint az elmúlt években, mert ez a aszályos, most hűvösebb időjárás hátráltatta a parlagfű fejlődését. Tehát aki nem cselekszik időben és termőföldjén vagy kertjében elterjed a parlagfű, az bírságolható. Ennek mértéke 15 000 forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet. Az, hogy ki mennyire bírságolható, az függ attól, hogy a bemért parlagfűfolt mekkora, illetve enyhítő vagy súlyos bitó körülményeket is figyelembe vesznek. Nemzetközi tudományos online konferenciát szervezett az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Kampusza. A Gyöngyösi Felsőoktatásért Alapítvány és az MTA Miskolci Területi Bizottság Közgazdaságtudományi Szakbizottsága által szervezett konferencia témája környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások 2020 után volt. Idén a koronavírus járvány miatt a kétnapos konferenciát egynaposra módosították.
Éppen a plenáris ülések zajlanak három neves professzor részvételével. A nap ezekkel az előadásokkal kezdődött, majd szekcióülésekkel folytatódott. A konferencián elhangzó előadások célja az volt, hogy aktuális, mindannyiunk számára fontos témákra irányítsák rá a figyelmet, hazai és külföldi szakértők bevonásával. Az idei a 17. konferencia, ami most rendhagyó módon online formában valósult meg. Két évente kerül megrendezésre az intézményben, és az idei évben ugye a koronavírus járvány okozta nehézségek miatt sokáig levegőbe lógott a megrendezésének a lehetősége. Aztán utána úgy döntöttünk, hogy ne szakítsuk meg a folytonosságot, mindenképpen szerettük volna, hogyha ez a tényleg 30 éves múltra, több mint 30 éves múltra visszatekintő rendezvénysorozat nem szakadna meg, és így az online megrendezés mellett döntöttünk. Jó döntés volt, tehát abszolút a számok ezt igazolják. A nap folyamán a magyar előadások mellett az idegen nyelvű szekciókban 18 ország szakértői összesen 212 előadásban járták körbe a kérdésköröket, és mutattak be a reményeik szerint előmutató álláspontokat. Az online világ adta lehetőségek miatt itt sokkal jobban lehetőség nyílik most arra, hogyha valaki szeretne más szekcióknak az előadásába is belepillantani, akkor ezeket megteheti, valamennyi szekcióra regisztráltak külön linket kaptak, amelyen be lehet lépni, és lényegében, mint egy beszélgetésbe be tudnak kapcsolódni akár egyik pillanatról a másikra is, vagy ha valaki például két különböző eszközön két különböző szekciót szeretne megtekinteni, akkor arra is, vagy csatlakozni hozzá, akkor arra is lehetősége van. Jelenünk legnagyobb problémájaként a szakértők egyöntetűen azt fogalmazták meg, hogy 19. századi gondolkodással és 20. századi megoldásokkal próbáljuk menedzselni a 21. század olyan kihívásait, amelyekkel soha korábban még nem találkozott az emberiség, holott 21. századi megoldásokra volna szükség, hangzott el a konferencián. A Felpili Kupa második versenynapja sem hozott jelentős meglepetést, a 8 csapatból álló mezőnyben a likőr gózáporos mérkőzése emelkedett ki. A Vörös Ördögök ezzel már is a tabella elejére ugrottak, ezt a pozíciót vélhetően már nem szeretnék átadni másnak a jövőben. Mi mindig nyerni szeretünk, az az igazság, hogy ez óriási meglepetés volt a tavalyi, már nem nekünk, hanem az ellenfélnek, meg a nézőknek. Most is szeretnénk ezt a Felpili Kupát megnyerni, és állítólag indulni fog ugyanez a nyári kupa, és azt is meg szeretnénk nyerni. Tulajdonképpen itt 2-3 hónapig az emberek otthon voltak, alig várták, hogy kimozduljanak, és ez egy jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit focizzunk, megismerjük ismét a foci rejtelmeit, meg a szépségeit, és ismét találkoztunk olyan emberekkel, akikkel már régen találkoztunk. A Likőr FC csapata a tornán egyenlőre létszámhiányos, többen sérülés és munkahelyi elfoglaltság miatt hiányoznak. Az egyik ilyen technikás játékos Deli Gábor, aki válsérülés szenvedett a felkészülés során. Nem tudunk teljes csapattal kiállni. Jó lenne felkészülésnek ez a torna, meg ugye erőfelmérőnek is, de nincsenek meg a játékosok, nincsenek meg a standard csapattagok, így nehéz lesz. Mindenki ellenünk készül, mindenki a Likőrt akarja megverni, főleg azért, mert hál' Istennek a Summer Cupok, ezek az egyéni, illetve ezek a felkészülési mérkőzéseket általában a Likőr első háromban benne van, hanem az első kettőben is, hanem ha megnyeri, de nem lesz egyszerű, ahogy Bela Zoltán vezető, és ezt megfogalmazta, hogy nem egyszerű dolog úgy nyerni, úgy játszani, hogy nagyok az elvárások, illetve mindenki minket akar megverni. A torna következő fordulója csütörtökön folytatódik, a Likőr a Nyuggerok, a Mátrafüred Atkár, a Klippan Szekrényes és a Vastüdő Gyöngyös Halász párosításai lesznek láthatók a főiskola műfüves pályáján. Az első mérkőzés 17 órától kezdődik majd. Újraindult a 2020-as turisztikai szezon belföldön. A Nemzeti Adatszolgáltató Központ adatai szerint 2020 májusában a magyarországi szálláshelyekre összesen 134 ezer vendég érkezett, akik 433 ezer vendég éjszakát töltöttek el. A nemzetközi utazási korlátozások miatt májusban a belföldi forgalom volt meghatározó, a vendégszám 94%-a, a vendég éjszakák 82%-a hazai vendégektől származott. A teljes májusi vendégforgalom közel 2/3 a május 18-31 közötti időszakban valósult meg.
Péntektől ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára a hazai töltőállomásokon, írja a holtankoljak.hu. Ez már a második emelés lesz a héten. A változás mértéke ezúttal bruttó 4-4 forint lesz literenként. Ezzel az emeléssel 350 forint körüli átlagárak lesznek már a kutakon. Az aktuális végén pedig főbb híreink még egyszer röviden. Nem tudják elnyelni eldugult vízelvezetők a városban. Mintát vettek, hamarosan nyithatnak a fedett strandok. Kevesebb parlagfű, több levegő, országos írtási program indul. Önök az aktuálist látták, friss hírekkel holnap is jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Szép estét, viszontlátásra!